Emelkedő export. Vas megye gazdaságában a feldolgozóipar a meghatározó. Nőtt a nyereséges vállalkozások száma és a társasági adóbevétel is. Gyakorlat a laktanyában. Közös gyakorlatot tartottak az egykori orosz laktanya területén a civil katasztrófa védelmi mentőcsoportok. 400. évforduló. Sportnappal és ünnepi szentmisével emlékeztek meg a cserkészek 25 évvel ezelőtti újjáalakulásukról. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Az idősügy területén végzett tevékenységéért idősbarát önkormányzat díjat kapott Szombathely önkormányzata. Az elismerést Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára adta át Puskás Tivadar polgármesternek a Pesti Vigadóban. Szombathely önkormányzata a kötelező feladatok ellátása mellett különféle tevékenységekkel járul hozzá a méltó időskor eléréséhez, az idősek élethelyzetének javításához. Az idősek otthoni biztonságáért működik a Segítő Kezek program, és a 60 év felettiek hasznos időtöltésében segít az Aktív Időskor Szombathelyen elnevezésű program. Balogh Zoltán köszöntőiben hangsúlyozta, az idős emberek, a nyugdíjasok olyan erős tartóoszlopai az országnak, akik egész életükben kitartóan dolgoztak és kétkezi szellemi munkájukkal életben tartották az országot. Nőtt a nyereséges vállalkozások száma és a társasági adóbevétel is 2013-ban, valamint folyamatosan emelkedik az export aránya. Vas megye gazdaságában továbbra is a feldolgozóipar a meghatározó. Adóévet értékelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szinte valamennyi főbb gazdasági mutató kedvezőbben alakult 2012-höz képest, bár némileg csökkent a társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások száma, a befizetett adó összege 10%-kal 7,7 milliárd forintra nőtt. A legmagasabb adózás előtti nyereséget, 15 milliárd forintot egy járműipari nagyvállalat érte el. A nettó árbevétel közel 6%-kal nőtt, ami örömteli, és még örömtelibb, hogy ezen belül a nettó árbevételen belül az export árbevétel az 12%-kal növekedett. Vas megyében több mint 123 ezer magánszemély nyújtott be adóbevallást, ők összesen 33 milliárd forint közterhet fizettek be. Az egyfőre eső havi átlagbér összege 166 ezer forintot tett ki, ez 7 ezerrel több, mint az előző évben. Az igénybe vehető kedvezmények közül a családi adókedvezmény volt a legnépszerűbb. Még mindig csak minden második adózó rendelkezik adója 1+1%-áról. 123.400 magánszemélytől kaptunk adóbevallást, vagy számolt el vele a munkáltatója, és ezen magánszemélyeknek azon hányada tehetett volna 1%-os nyilatkozatot, akinek fizetendő adója van. Ez 109.000 személyt jelentett. A 109.000 személy azonban nem tett rendelkező nyilatkozatot, csak 55%-a az adózóknak, 60.300 magánszemély. A megyében több mint 1000 társadalmi szervezetnek összesen 141 millió forintot ajánlottak fel az adózók, legtöbben egészségmegőrzéssel és állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek címezték fel ajánlásukat. Közös gyakorlatot tartott Szombathelyen az egykori orosz laktanya területén a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Kirendeltség és a Borostyánkő járási mentőcsoport kutatási és felderítési egysége, a Kutyás Univerzum Kutyaiskola. A program célja, hogy folyamatosan fejleszék a mentőcsoportokat. A gyakorlat ötlete mostanában született meg, de a Vas megyei mentőkutyás szakcsoport működése sem túl régre datálható. Új szerveződésű önkéntes civil szervezetről van szó, amelynek tagjai szabad idejükben szaktudásukat és hobbiukat összekapcsolva szeretnének a közszolgálatában állni. Ebben a szakágban nagyon fontos, hogy folyamatos képzés, gyakorlatok történjenek, hiszen minden szituációra fel kell készíteni az embereket is, illetve a kutyákat is. És éppen ezért a katasztrófa védelemmel együttműködve
szerveztük meg ezt az egész rendezvényt. A továbbképzés keretében engedélyt kapott a civil szervezet, hogy a régi romos orosz laktanya területén gyakorlatozzanak. Ebben segítségükre volt a katasztrófavédelem, hiszen nekik is feladatkörükbe tartozik hasonló káreseményeknél a segítségnyújtás. 2013. május 11-én alakult meg a szombathelyi borostyánkő mentőcsoport, amelynek egyik speciális egysége a kutatási felderítési, ezen belül is a kutyás felderítés, és úgy gondolták a két szervezők, tehát a Spider mentőcsoport, illetve a mi mentőcsoportunknak az állománya, hogy ennek a készségeknek a fejlesztésére szükség van. A szombathelyi gyakorlat keretében először a Spider mentőcsoport mutatta be kötéltechnika segítségével, hogy egy romos épületből miként lehet személyt, illetve kutyát menteni. Itt, ahol állunk, itt ez egy ilyen hetes erősségű földrengésnek megfelelő épület, ahol károsodik a lépcsőház, tetőbe szakad, omlanak a falak, és már veszélyessé vált az épület. Ilyen helyen általában nem sok áldozat szokott lenni, de több a sérült. Tehát a menekülés folytán, vagy a pillanatnyi rengés folytán ráesik valami, vagy nem tud önerejéből kijönni, és ezeket tulajdonképpen kutyával kell megkeresni. A kétnapos gyakorlat során elméleti és gyakorlati keretek között sajátították el a szükséges képzettséget. Ezzel a borostyánkő járási mentőcsoport széleskörű, speciális képességgel rendelkezik, amely a járás területén túl a megye, illetve vészhelyzetben az ország teljes területén bevethető. Sajtótájékoztatót tartott a Jobbik Magyarországért mozgalom ifjúsági tagozata. A kampány célja, hogy növeljék a fiatalok közéleti aktivitását. Szlogenjük: tanulj, bulizd, szavazz, fiatalosan, természetesen. A Jobbik célja, hogy a bulizással és a tanulással együtt a fiatalok életének részét képezze a közéleti aktivitás, ideértve a szavazást is. A párt úgy látja, hogy a fiatalok választási hajlandósága messze az átlag alatt van. Ez az egyik oka, hogy a kampányidőszakban a Jobbikon kívül más pártok nem foglalkoznak ezzel a korosztállyal. Érdektelenek, csalódottak, közömbösek, így nem helyezik nagy nyomás alá a kormányt. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ha ennek a generációnak legalább az átlagos szintet elérni a választási hajlandósága, akkor az ő problémáikkal is jobban foglalkozna a kormány, szóba kerülnének az őket érintő problémák, és így végső soron felszámolhatóak az elvándorlást is okozó tényezők. A párt fontosnak tartja a nemzeti értékrend ápolását, népszerűsítését, a közösségépítést, de számos alkalommal indítottak már olyan kampányt is, ami a fiatalok problémáival foglalkozott. A Jobbik állandó feladatának tekinti, hogy a fiatalokban tudatosítsa, hogy nekik is részt kell venniük a közéletben. A szombathelyi médiumok képviselői előtt tartott sajtótájékoztatót a főtéren Siffer András, a Lehet Más, a politika társelnöke, valamint Istvánfi András, a 4. köztársaság pártelnöke. Siffer András a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a baloldali összefogás vagy a kormánypárt hatalomra kerülése már nem lehet megoldás Szombathelyen, ahol botrányok sorra fűződik mindkét párthoz. Az LMP Horváth Zoltán polgármester jelölt személyében tiszta kézzel irányított városvezetést ígér. A politikus hozzátette, hogy a párt a politikusok vagyonosodási vizsgálatára vonatkozó törvényjavaslatának az a célja, hogy az adóhatóság kötelező jelleggel rendszeresen vizsgálja meg a politikusok anyagi gyarapodását. Istvánfi András a baloldalt és a kormánypártot két maffia-szerű hálózatként emlegette. Intézményi szintű változások szükségesek ahhoz, hogy a politikusokat rövid pórázon tartsák, hangsúlyozta a 4K elnöke. A rendszerkritikusok részvételi költségvetés bevezetését javasolják. Ez azt jelenti, hogy az adott település költségvetésének 15-20%-os felhasználásáról a szavazók dönthetnének. Lakossági fórumot tartott Molnár Miklós, a Prószavária polgármester jelöltje a Nyitra utcai általános iskolában. Csak olyan tervekről beszélnek, amelyekről meggyőződtek, hogy finanszírozhatóak, mondta mintegy két tucatnyi érdeklődő előtt Molnár Miklós. A Prószavária polgármester jelöltje a péntek esti lakossági fórumon szólt arról is, hogy a nagyvállalatok látványosan fejlődtek az elmúlt években. A közeljövőben a kis- és középvállalkozásokat kell támogatni. Ezért létrehoznák a városfejlesztési alapot. A Prószavária folytatná a járdák rendbetételét a keleti városrészen, továbbá a Selmec utcai óvoda elköltöztetése is szerepel a terveikben.
közbiztonsági és környezetvédelmi kérdések megtárgyalásával folytatódott a ProSzavária által kezdeményezett vitafórum sorozat. A Fidesz-KDNP nem vett részt a vitában, a pártszövetség már korábban jelezte, hogy nem vitázni szeretnének, hanem személyesen találkozni a választópolgárokkal. A Falkó gyár körül kialakult probléma az egész város ügye, mondta Sós József, a ProSzavária képviselőjelöltje. A párt szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani a környezetvédelmi határok betartására, ebben szakmai partnerséget is ajánlottak. Molnár Miklós arról beszélt, hogy kidolgoznák a város egységes bűnmegelőzési koncepcióját, szerintük a kamerarendszer önmagában nem elég, több járőrt vezényelnének az utakra. Tóth Kálmán, a baloldali összefogás jelöltje azt mondta, hogy sajátjukként tekintenek a Falkógyár ügyére. Megemlítette azt is, hogy a helyiek összefogásának köszönhetően a nyáron visszavonták annak az építtető cégnek az engedélyét, amely a déli városrészre tervezett biomassa erőművet. Tóth Kálmán a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjaként úgy látja, Szombathely biztonságos város. A polgárőrség erősítését és újabb bicikliutak építését tervezi. Növelni a zöld területeket és fejleszteni a közlekedést, a lehet más a politika. Bogáti András szólt arról is, hogy pártjuk kezdeményezte Szombathely klímastratégiájának a megalkotását, de erről még csak az első olvasatban tárgyalt a közgyűlés. Helyi közösségi rendőrség felállítását kezdeményezné a zöld párt, mondta György István Péter. Továbbá egy SOS ügyekkel foglalkozó személy foglalkoztatását és a polgárőrség bővítését is javasolja. Radikális válaszokat adna a környezetvédelmi problémákra a Jobbik, mondta Schmidt András, hozzátette, ha jön egy nagyobb zuhé, úszik a város. Ezért egységes csapadékelvezető rendszer kiépítését tervezik. A Jobbik képviselőjelöltje szerint Szombathely nem a nyugalom szigete. A csendőrség felállítását javasolja, mert az csak a közrendért felelne. A Magyar Cserkész Szövetség és annak harmadik nyugat-magyarországi kerülete 1989-ben 25 éve alakult újjá. Az évfordulóról a múlt hétvégén sportnappal és ünnepi szentmisével emlékeztek meg a cserkészek. A nyugat-magyarországi cserkészkerület újraalakulását nem lehet pontos dátumhoz kötni. Miután a bíróság 1989-ben nyilvántartásba vette a Magyar Cserkész Szövetséget, Szombathelyen is megalakult a mozgalom újbóli megszervezésére hivatott intézőbizottság, ősszel pedig elindult az őrsvezetőképzés. Ma 21 csapat működik Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében. A cserkészet sajnos ezt a 40 évet nagyon nehezen heveri ki, úgyhogy a létszám az még messze van attól, mint amit szeretnénk, tehát egy folyamatos fejlődésbe szeretnénk lenni, és vagyunk is. Most 664 cserkész alkotja a kerületet. Korábban a harmadik cserkészkerület megalakulása 1920 és betiltása 1946 között 62 csapatból állt. A mostani fiatal cserkészek foci bajnoksággal ünnepelték az újjáalakulás 25. évfordulóját. Az összetartás is vezérel minket, és hogy sokat játszunk, együtt vagyunk, és szerintem főleg ez a lényeg, hogy az együttlét. Egy-egy közös program alkalmat ad arra is, hogy az őrsök és csapatok egymáshoz közelebb kerüljenek. Az idősebb cserkészek azt mondják, hogy a mozgalomhoz tartozás számukra életformát jelent, a fiatalabbak pedig sok hasznos dolgot is megtanulhatnak tőlük. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy így kiszakadjanak kicsit a városból, meg ebből az egész urbanizált környezetből, és mondjuk megtanulják azt, hogy az erdő közepén hogyan kell egy sátrat felállítani, tüzet rakni, saját munknak elkészíteni a vacsorát. Az öt szombathelyi cserkész csapat tagjai vasárnap közösen vettek részt a székesegyházi diákmisén. Legközelebb túrázni hívják az érdeklődőket, október 4-én a Kőszegi hegységben gyalogosan vagy kerékpáron vághat neki bárki a kitűzött távnak. Játékos közlekedésbiztonsági tanévnyitó programot szervezett a rendőrség óvodások és alsó tagozatosok számára a Kressz Parkban. 9 intézményből érkeztek gyerekek, hogy játékos formában tanuljanak a közlekedés szabályairól.
Elsőbségadás kötelező. Többek között ezt a közlekedési táblát is kirakhatták az ovisok. Hét állomáson különböző játékos feladványok várták őket. Kipróbálhatták például a részek szemüveget, gokárttal szlalomozhattak, és a bűnügyi technikusok munkájával is megismerkedhettek. Ezekkel próbáljuk az elkövetőt elkapni, ezekkel az eszközökkel, amit itt láttok a bőröndögybe. Mindenkinek levették az új lenyomatát, amit aztán haza is vihettek. A kicsik élvezték a programot, játék közben rengeteget tanultak. Voltam a gokárnál, meg voltam ott a tábláknál, meg voltunk ott a kressztábláknál, az asztalnál, meg még voltunk itt is, hogy megnézzük az új lenyomatainkat. Idén másodszor minden megyeszékhelyen megrendezték a játékos közlekedés biztonsági programot. Szombathelyen a Vas megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága azokat az intézményeket hívta meg, amelyek évközben aktív szerepet vállaltak a különböző vetélkedőkön, pályázatokon. A Margaréta ovisok állandó résztvevők. Tavaly országos közlekedésbiztonsági versenyen a legjobb öt között végeztek. Évközben is, ahogy megyünk, sétálunk az utcán, figyeljük a táblákat. Amikor a versenyre készülünk, akkor sokkal aktívabb a felkészülés, akkor a csoport többi tagja is ugyanúgy élvezi, hogy ki mondja meg először a tábla nevét, vagy ha sétálunk, akkor most itt mit kell tenni ennél a táblánál. Nem szabad behajtani biciklivel, azt jelenti. Közel 200 óvodás és általános iskolás vett részt a polgárőrséggel és az Agórával együttműködésben megvalósult programon. A szombathelyiek mellett Szentpéterfáról is érkeztek gyerekek. Szombathelyen rendezték meg az utcai futók első 10 kilométeres országos bajnokságát. A felnőtt női mezőny profi kategóriájában Kálovics Anikó diadalmaskodott. A viadal keretében az amatőrök is próbára tehették felkészültségüket, kitartásukat. A Szombathelyi Egyetemi Ese a Városi Önkormányzat segítségével rendezte meg Magyarországon elsőként az utcai futók 10 kilométeres országos bajnokságát. A viadalon a profik egyéni futamaiban összesen 72-en vágtak neki a távnak, de a csapatversenyben is igen népes volt a mezőny. Mi azért ezt pénzdíjjal is honoráljuk, tehát csapatoknak van pénzdíj, tehát az egyesületeknek van pénzdíj, de nem egyéni versenyre, és annak a győztese kap 60 ezer forintot, és az öt helyezettnek van lefelé, tehát 60, 50, 40, 30, 20, amit majd a végén fogunk átadni. A női egyéni versenyben Kálovics Anikó diadalmaskodott. A már több olimpiát is megjárt sportoló most ugyan kaposvári színekben indult, de tőzsgyökeres szombathelyiként élvezte a hazai pálya minden előnyét. Itt Szombathelyen nagyon jó, mert ugye nagyon sokan ismernek, nagyon sokan szurkolnak. Ez egyébként tényleg szuper, hogy ott vannak több helyen is, a párom is így megjelent néhány utcába, egy biciklivel szurkolt. Hát meg a maga a feelingje, hogy több körös, többször látnak minket, látványos, látják, hogy mit dolgozunk ezért, mennyit küzdünk. Az amatőrök futamai iránt volt a legnagyobb érdeklődés, sokan egymaguk futották le a 10 kilométeres távot, de nem volt hiány váltókból sem. A staféta tagjaira így 2,5-2,5 kilométer jutott. Hogyha hetente rendszeresen valaki 20-30 perceket kocog egy fél éven keresztül, nyugodtan nekiállhat egy 2,5 kilométeres táblefutásának, úgyhogy ez nem lehet gond. A rendezvény óriási sikerén felbuzdulva a rendezők már azon gondolkodnak, hogy megpróbálnak hagyományt teremteni a versenyből. Amennyiben kezdeményezésüket sikerkoronázná, úgy minden esztendőben Szombathely adhatna otthont az utcai futók 10 kilométeres országos bajnokságának. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!